Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Ideért a hír, Alexander Soros viszi tovább Soros György gazdasági és politikai tevékenységét, és Alexander Soros már be is jelentette, hogy nem hagy fel a politika finanszírozásával. Szívesen megtenni, de amíg a másik oldal tolja bele a pénzt, addig neki is tolnia kell. Mekkora a Soros alapítványok, a Soros birodalom befolyása az amerikai politikára? Hogy lehet ezt mérni? Nagyon nehéz ezt megállapítani, hiszen ezért eléggé sokan vannak mind a két oldalon az úgynevezett nagyhalak, vagy a fedkec, akik támogatják az egyik vagy másik oldalt. Sorosnak a támogatása kicsit más bizonyos szempontból, ugyanis ő többek között bírói kinevezetteket, illetve a bírói kinevezését indultakat, ügyész kinevezését indultakat támogat, tehát olyan úgynevezett progresszív politikusok és nem politikusok mögé áll be. Egyik ilyen minősített esete Elvin Bragg, aki a manhattani főügyész, aki Donald Trump ellen benyújtotta a vádindítványt. Ő többek között közvetetten Sorostól kapott támogatást. Soros ezeket a támogatásokat azon az alapon nyújtja, hogy szeretné, hogyha diverzifikálódna, úgymond többek között a bírói kar, az ügyészeknek a kara, több lenne a kisebbségi, vagy a kisebbséghez tartozó csoportokhoz tartozó embereknek a száma, akik úgymond progresszív alapon bíráskodnak, vagy progresszív alapon ügyészek. Megint csak Elvin Braggre visszatérve, Elvin Bragg többek között azzal híresült el, hogy az illegális bevándorlók által elkövetett bűncselekményeket általában leminősíti szabálysértésre, amely szerint, hogy nem kell őket kiutasítani. A Donald Trump ellen viszont a szabálysértés felminősített bűncselekményé. Tehát benne marad az amerikai jog keretei között? Amerikai jog keretei között, igen. Amerikai jog keretei között. Sajnos sok minden érdekesség van az amerikai jog keretei között. Ez is többek között azt jelenti, hogy egy ügyész hát ilyen határesetekben leminősített, fölminősített ügyeket. Egyik esetben szabásértés, maximum pénzbüntetés, de hát a demokrata vezetésű városokba illegális bevándorlók által elkövetett szabásértés, csak egy gyakorlatilag nem torolják meg. Ebben a második esetben Donald Trump ellen viszont egy gyakorlatilag szabásértést minősített föl bűncselekményé, nem fog sehova se kifutni nagyjából ez az ügy különben, mert egyáltalán a bíró decemberre tűzte ki az első tárgyalást, de ez gyakorlatilag talán a jövő elején lesz ebből valami. Tehát ez az ügy nem fogja Donald Trumpnak az esélyét rontani vagy javítani. Ami rontja vagy javítja az esélyét, ez egy sősabb kérdés, a szövetségi külön ügyész vagy speciális ügyész által a napokban benyújtott 37 vádpont, az sokkal komolyabb, mint a keleti ügyész által benyújtott. Tehát visszatérve a Soros alapítvány kártába ilyen ügyeket és ilyen mondjuk jelölteket támogatnak, a politikusok közül pedig hát természetesen rendkívül közel állnak a demokratákhoz, akár szövetségi szinten, akár állami, vagy akár alacsony szinten demokrata, és azon belül is inkább a demokratákon belül a progresszívek, tehát a demokrata párt baloldalát támogatják, akik hát a BLM mozgalmat, az LMBTQ ügyeket viszik, a queer mozgalomnak a hívei, és így tovább. Tehát nagyjából ez az a portfólió, amit Soros Györgynek az alapítványai támogattak. A fia Alex legalábbis a saját bevallása szerint ennél mondjuk intenzívebben szeretné támogatni
támogatni ezeket az ügyeket, tehát várható, hogy esetleg több pénz fog ilyen jelöltekhez jutni, vagy pedig szélesebb körbe fog Soros György támogatni. Persze hát nyilvánvaló az is, hogy ő ott támogató bizonyos esélyek vannak, tehát vannak úgynevezett vörös kerületek, körzetek, ahol teljesen mindegy, hogy támogatnak-e vagy nem támogatnak-e egy progresszív jelöltet. A kérdés csak az, hogy milyen mértékben veszített, feltétlenül azért Soros György, vagy ebben az esetben Alex nem valószínű, hogy pénzt áldoz olyanra, aki nem valószínű, hogy be fog futni. Ennek a technikának a republikánus oldalon megvan a megfelelője, tehát van republikánus Soros György, aki ugyanúgy pénzt tesz olyan jelöltekbe, amik az elvárt politikát hozzá? Hát nagyon nehéz azt mondani, hogy mit várnak el, és mit nem várnak el. Tehát általában nem annyira közvetlenül várják el mondjuk a bizonyos politikáknak a támogatását, mint Soros György. Egy klasszikus példa, ami eszembe jut, az Rupert Murdochnak az esete, aki hagyományosan inkább a konzervatívokat támogatta Nagy-Britanniában, a republikánsokat pedig az első támogatta, többek között a Fox szon keresztül. Most érdekes mondom, például 1997-ben az általa szponzorált, illetve támogatott vagy tulajdonolt Sun Nagy-Britanniában, a legnagyobb példászám a bulvárlap, átállt Tony Blair mögé, és Tony Blair támogatták az akkori konzervatív kormányfő John Major ellenébe. A Fox kezdetben Trumpot támogatta, de újabban nem támogatja nagyon Trump. Tehát Murdoch így jelzi azt, hogy szerinte a trumpi politika az nem pontos az, ami az elképzelése szerint alakul. Voltak a republikánsoknál például egy Sheldon Adelson nevezetű üzletember meghalt, ő a Strabán támogatta a republikánsokat, tehát a konzervatívokat, a Koch fivérek többek között, akik nem csak közvető támogatnak bizonyos fajta a politikusokat, hanem intézményeket is, think tankeket támogatnak, a Heritage-től kezdve a Hudson Institute-ig. Ugye akkor George Soros is támogatta azt az alapítványt, amihez a többek között a Clintonéknak elég sok köze volt, és az alapítvány pedig többek között támogatta Magyarországon Bajnai Gordonnak az alapítványát. Tehát eléggé szártágozott tevékenységet folytatnak ezek az üzletemberek, illetve hát politika csinálók. Adelson, Koch fivérek, vagy pedig a másik oldalon mondjuk Zuckerberg, vagy Steven Spielberg nyilván nem határozzák meg annyira a politikai agendát, mint ahogy Soros meghatározta, de ők is azért nagyon jelentős pénzeket támogatják a különböző jelölteket. Nélkülük gyakorlatilag nem nagyon tud senki jelentős támogatás nélkül elindulni. Donald Trump, hogyha valaki korábban a saját pénzéből finanszíroz, de Donald Trump csak a saját pénzéből finanszíroz, mert olyan óriási mondjuk publicitást élvez, hogy hát majdnem, hogy ingyen kap televíziós perceket, órákat. Mert jó a tévének is, úgyis megnézik. Tehát az is egy nagyon jelentős dolog, mert aki nem Donald Trump, annak esetleg meg kell venni egy fél órát a televíziós adásból főműsoridőbe, és az eléggé nagy pénzbe kerül. A Donald Trump viszont olyan húzó név, hogy a közötte, előtte, után levő reklámok behozzák esetleg azt a pénzt, amit esetleg Donald Trumptól kapnának. Tehát Donald Trump egy különleges eset. Hozzá kell tenni azt különben, hogy az elnökválasztásnál az elnökök újabban azért általában azt választják, hogy az egyik eset, hogy szövetségi pénzből finanszírozzák a kampányt, a két elnök jelöltét.
de ezek olyan alacsony összegek a jelenlegi követelményekhez képest, hogy újabban akár a demokrata, akár a republikánus előadatról beszélünk, azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérik a szövetségi támogatást, helyette ők egyes saját forrásból pedig, vagy pedig hát időzelben összekalapozzák a pénzt. Az összekalapozásnak egy legfelsőbb bírósági döntés ágyazott meg nagy mértékben, amely lehetővé tette azt, hogy korlátozás nélkül tudjanak a nagyvállalatok, különböző testületek a kampányhoz hozzájárulni, de persze ennek is különböző hát útjai, módjai vannak. Nagyon sokszor nem lehet megnevezni azt, hogy kire szavaznak, vagy kire hívják föl a figyelmet, hogy arra szavaznak az emberkem, csak úgymond ügyeket támogatnak, de hát mindenki tudja, hogy mondjuk, hogyha csak egy egyszerű példát mondok, az abortusz kérdésbe kiállnak amellett, hogy korlátlan abortusz legyen, akkor egy demokrata jelölt, hogyha viszont kiállnak amellett, hogy ne legyen korlátlan abortusz, akkor az egy republikánus jelölt, vagy hogyha adó emelést akarnak, persze nem pont ilyen néven, hanem hogy hát a gazdagságot jobban szórják szét, és hát különböző társadalmi programokat akarnak finanszírozni, inkább demokrata, hogyha viszont arról van egy hirdetésben szó, hogy az emberek zsebébe kell hagyni az általuk megkeresett pénz nagy részét, mert az a pénz ott dolgozni fog, és az milyen jó a gazdaság, akkor feltetlen republikáns jelöltről van szó, és ezt hát, hogy minden másról, erről is mindenki tudja, hogy név nélkül a XY-ra egyet államon belül, vagy akár országosan kellene, hogy ez a kampány szóljon, de hát nem lehet megnevezni hivatalosan az illetőt. A nagy adományozók, az adományuk mekkora részét adják politikai meggyőződésből, mert azt szeretnék, hogy a saját oldaluk győzzön, és mennyit kell majd, ha saját oldal győz, valamilyen módon visszafizetni? Hát itt óriási összegről van szó. Hát, hogyha most nagyon élesen, vagy szélsőségesen akarok fogalmazni, akkor az, hogy valaki a fejházba kell, bőven $1 milliárd fölött kell összeszedni pénzt valahonnan. Egy választási ciklusban egyének $2500 a folyosíthatnak, vagy adhatnak egy jelöltnek, tehát ez még akkor is, hogyha mikroadományokról van szó, amiről ugye Magyarországon is elég sok szó esett, és kiderült, hogy a mikroadományok az nem voltak mikroadományok, hát itt is azért mikroadományokból $2500 nem lehet milliárdot összeszedni, tehát itt 10-20 esetleg 100 milliós összegről van szó, amikor többek között mondjuk Hollywood rendez egy olyan vacsorát, ahol 20-30-40-50 ezer dollár egy tányér idézőjelbe, ami azt jelenti, hogy annyit kell fizetni, hogy akkor ott megjelenik a jelölt, és akkor két fogás között mondti 10 mondatot, de hát mindenki tudja, hogy nem a felszolgált hamburgerét, vagy bármilyen ételét fizetik azt a hatalmas összeget, hanem azért, hogy annak a döntő része az megy a kampány támogatásra. Tehát így is lehet, akkor lehet, ahogy mondtam, különböző más módon, hogy ügyeket támogatnak, és nem jelöltet támogatnak, akkor hát természetesen a régi módi kampány, az is rengeteg pénzt kell fordítani, a maticáktól kezdve a baseball sapkákig, és a kitűzőkig, és a zászlókig, és a tömegrendezvényekig szervezőket, akkor úgynevezett önkénteseket toborozni 10 000 számra, akkor olyanokat, akik ülnek a gép mellett, és a Facebookot, és a Twittert, és minden egyebet üzemeltetik. Hát ez egy óriási üzlet gyakorlatilag, és hát nyilvánvalóan itt sokan befektetnek ebbe a dologba. És ők visszakapják a befektetést, olyan hát jogszabály lesz az elnök alatt. Ugye azt csinálják, hogy mind a két oldalra adnak, mondjuk a védelmi iparákban levők, mondjuk egy Lockheed Martin, vagy nem tudom, azért óvatos duhaj, de azért elkülöníthetők bizonyos szempontból ezek a nagyvállalatok, például mondjuk az olajvállalatok inkább a republikánusokat finanszírozzák, mert ők azok, akik az olajkitermelést részesítik
inkább előnybe a környezetvédelemmel szembe, bár most a Biden adminisztráció is inkább azt favorizálta a környezetvédelemmel szembe. Mondjuk, hogyha a szakszervezeteket nézzük, az általában demokrata, az EFL-CIO, vagy a pedagógusok szakszervezete 10 milliókat szednek össze a demokraták számára. Itt a szakszervezeteknél egy kicsit, de a vállalatoknál is azért a kérdés fölmerül, hogy mondjuk a szakszervezeteknél nem biztos, hogy mindenki demokrata érzelmű. És akkor az ő tagdíjuk egy részét is arra folytják, hogy mondjuk demokratákat támogassak. A nagyvállalatoknál ott megint csak felmerül a kérdés, hogy nem minden dolgozó a Lockheed Martinnál, vagy az Exxon Mobilnál, mint republikáns érzelmű, de hát ez egy másik kérdés, a vállalatok döntenek, és hát természetesen hát hogy mit kapnak vissza, hát köztudott, hogy mondjuk, hogyha a Lockheed Martinról van szó, vagy a védelmi iparágról, vagy a nagy négyesről, akkor a Pentagon beszerzéseinél azért hát nem élveznek hátrányt, hogy így mondjam. Vagy pedig hát nyilván van olyan adókedvezményeket kaphatnak ezek a vállalatok különböző úton, módon. És ez nem csak az elnöki szint, hanem a kongresszusi szint is, ami végül is úgy működik, hogy hát most egy amerikai mondás, kicsit vulgáris mondás lefordítva, te vakarod az én hátamat, én vakarom a te hátadat. Tehát én megszavazom neked a hídat a semmibe, Alaszkába, te akkor most meg fogod szavazni legközelebb, mit tudom én, a Floridába a citrusörtötvényekre egy bizonyos fajta szubszidia támogatást, igaz, hogy semmi köze nincs egy alaszkai képviselőnek a Floridához, vagy fordítva, de hát így működik a rendszer. Emiatt van az különben, hogy az amerikai költségvetésnek egy elég jelentős része az úgynevezett pork, tehát hús, amit tehát ki lehetne vágni minden további nélkül, és még úgy ott tartanának, de hát rengeteg ilyen adókapok dolog van, és hát többek között ezért van az, hogy az Egyesült Államoknak a költségvetése gyakorlatilag mindig hát egyrészt emelkedik, akkor is, hogyha republikánsok vannak, annak ennél, hogy ők mindig azt mondják, hogy hát ezt csökkenteni kellene, de most már hát 5 billió dollár fölött van. Költségvetés a GDP nagyjából 25%-a, és emiatt azt az adósságplafont mindig meg kell menni, tehát nyomtatni kell újabb és újabb pénzeket, és most már 31 billió dollár fölött van az adósságplafon, amit hát egyrészt az amerikai emberek finanszíroznak, másodszor a kínaiak finanszíroznak, a japánok, az arabok, az európaiak finanszíroznak, tehát hogy egy kicsit hát most már más területre tévedtünk, kiindulva a kampányfinanszírozásból. És senki nem akarja, hogy amerikaiak csődbe menjenek, mert akkor elúszott a pénz. Igen, az amerikaiak tulajdonképpen jobban élnek, mint ahogy élhetnének. A takaró messze túl nyújtóznak, viszont az egész világnak megéri az, hogy finanszírozza az amerikaiakat, mert az amerikai állampapír az ugye biztos befektetés, a Egyesült Államoknál fog összeomlani. És hogyha most ugye a kérdés az volt, hogy kinek mi az üzlet ebbe, ezeket a dolgokat közvetetten legalábbis egy részét visszakapják az arabok, a japánok, az európaiak és így tovább, mert az Egyesült Államok egyfajta szolgáltató birodalomként működik, tehát nyitva tartja a kereskedelmi útvonalakat, a Perzsia-öböltől kezdve a Malakai-szorosig, és így tovább. Európának ugye NATO-n keresztül biztonságot nyújt, nem véletlenül 70%-ot az amerikaiak finanszíroznak a NATO kiadásokból, és az európaiak mindössze 30%-ot, igaz, hogy most egy kicsit javítani akarnak. Tehát
amit terveztek, elveszítek, a vámon, azt visszanyerik a réven, tehát nagyon bonyolult ez egész dolog. Amerikán belül a kampány és a kampányfinanszírozás, nyilván van mondjuk a Joe Smith a Texasból a 2500 dollárját nem fogja visszakapni, legfeljebb olyan módon, hogyha bejönnek a republikánusok, akkor, és ő őket támogatta, akkor adott esetben adócsökkentés lesz, hogyha a demokratákat támogatta, és bejönnek a demokraták, akkor közvetette esetleg visszakapja azt, hogy infrastruktúrába többet tesznek bele, vagy a helyi iskolákat jobban finanszírozzák. Tehát a mikroszinten ez van, makroszinten pedig hát nyilvánvalóan ott eléggé komoly pénzek mehetnek jobbra-balra, és hát ennek megfelelően aztán az országos szint, illetve a helyi szint fölmegy az állami szint fölmegy az országos szint, és az országos szint fölmegy ugye a globális szintre, tehát így működik a világ. Említette, hogy nem a Manhattani kerületi ügyész vádemelése lehet veszélyes Donald Trumpra, mert az majd csak decemberben került bármilyen bíróság elé, hanem a szövetségi vádemelés. Ez miért komolyabb ügy? Titkos iratokat vitt haza, sok dobozzal, de Joe Bidennél is találtak még alelnöki korszakából, alelnöki korszaka utáról egy irodában titkos iratokat. Ugyan nem dobozszám, de mégis. Hát egyrészt a kérdés az, hogy milyen iratokat találtak. Mert hogy lehetnek időzőjelben aránylag ártatlan iratok, akkor is, hogyha azt nem lenne szabad elvinni. De hát napi ügyek, adminisztrációs dolgok, meg ilyenek, azok annyira nem érdekesek. Viszont Trump esetében két-három olyan kategóriába találtak iratokat, amelyek elég súlyosak lehetnek. Az egyik ezek közül a nukleáris hát stratégiáról szól, ami hát az Egyesült Államok biztonságpolitikák az alapja. Nem azt mondom, hogy ott a nukleáris kódok le vannak írva, de nukleáris stratégiáról szóló titkos iratok és legtitkosabb iratok azért mások, mint hogyha arról szól, hogy most a titkárnő hazamehet hétvégén, vagy nem mehet haza. Nem tudom persze, hogy a Biden-féle iratokban mi van, de hát tételezzük fel, hogy nem nukleáris titkok vannak. A másik nagyon érzékeny kérdéskör a Trump-féle iratoknál, hogy állítólag vannak iratok, amelyek Irán esetleges megtámadásáról szólnak, ami megint csak hát egy nemzetbiztonsági és egy nagyon komoly ügy. A harmadik iratcsomó pedig a január 6-ai események, ahogy most mennyire volt felbújtó, nem felbújtó, mert ott már gyakorlatilag nemzetárulásról, vagy akár lázadásra, vagy felbújtásra, vagy lázadásról lehet szó, ami egy alkotmányjogi kiegészítés szerint egy főbejáró bűn. De az indulását az elnök jelöltségért való versenyből diszkvalifikálhatja bármilyen eljárás? Hát ezek akkor diszkvalifikálhatják, hogyha a bírósági döntés születik, és a lázadás, tehát ezek közül a lázadásra való felbújtásnál zárják ki expressis verbis azt, aki ilyen berész vesz. Ez gyakorlatilag egy polgárháború utáni alkotmánykiegészítés volt, és kizárta a volt konfederációs tisztviselőket, tiszteket a hivatalviselésből. De hát ezt transponáljuk a jelenlegi helyzetre, tehát ki lehet zárni lázadásra való felbújtásra, vagy abban való részvétel miatt embereket politikai folyamatból. Most a többi esetében ez abszolút precedens nélküli, mert hivatalosan az Egyesült Államok elnökjelöltségért bárki indulhat, aki 35 éves, 14 éve startos Egyesült Államokban él, és amerikai állampolgárként született. Semmi nem szól arról, hogy ő
büntetett vagy büntetlen előéletű, vagy akár akkor van bírósági eljárás alatt, vagy nincs bírósági eljárás alatt. Tehát alkotmányjogilag ez a lázadásra való felbújtás az, ami kizárná adott esetben Trumpot, hogyha addigra ebbe az ügybe bírósági határozat, illetve döntés születne, és ott elítélnék mind felbújtót, vagy akár mind résztvevőt, akkor hivatalosan kilazzálni. Szintiszta spekuláció, de volna olyan amerikai bíróság, amelyik egy elnökválasztási verseny finisében az egyik jelöltet kizárna? Igen, ez ma politikai kérdés, igen. Tehát, és itt visszakanyarodunk a kiinduló ponthoz, hogy most az amerikai igazságszolgáltatás mennyire van átpolitizálva, vagy nem átpolitizálva. Egyrészt Elvin Bragg esetében, tehát ez a Manhattani, a Stormy Daniels féle ügy, hát ez majdnem teljes mértékben politikai, tehát ez egy abszolút triviális dolog, a hallgatási pénz fizetése, és így tovább. Stormy Daniels egy prostituált, aki állítólag 2016-ban hallgatási pénzt kapott, és Donald Trump egyik ügyvédjétől. Igen, és ezt az ügyet egyszer mehetett az előző főügyész, Cyrus Vance, a fiatalabb, aki ugye Cyrus Vance ismerős lehet a magyaroknak, mert ő volt az a külügyminiszter, aki a Szent Koronát hazahozta 78-ban, az ő fia volt a főügyész, aki eltette ezt a dolgot, és akkor jött Elvin Bragg, ahogy már beszéltünk, megfelelő támogatással és hátszéllel, és hirtelen ugye elővette az ügyet, és kreált ebből egy büntető jogi ügyet. Az emberek többség úgy gondolja, hogy ez teljesen politikai indítatású. Viszont a másik oldalról, a jelenlegiről igaz, hogy 47% azt gondolja, hogy politikai indítatású, de ennek a kifutása azért sokkal súlyosabb lehet, mert ez az Elvin Bragg féle dolog, ez még a később elítélnék Donald Trumpot, akkor hát tudom én, elkap 5 hónap felfüggesztett börtönt, vagy tudom én, pénzbüntetés, meg ilyen szinten menne a dolog. Viszont ebbe a másik esetben, hát nagyon sok börtönbüntetések lehetnek, és hát az egyiknél pedig a hivatal viselés alól való kizárás is lehet ennek a vége. De ezt időzíthetik az elnökválasztás elé? Igen, ilyesmit. Nem valószínű, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, mert most beszélnek arról, hogy vádemelés lesz 37 pontban. Na most feltetően a Trump csapat minden 37 pontot egyenként és külön-külön meg fogja támadni. Beadványok, ellenbeadványok, minden egyéb, ugye hát ez egyik napról a másikra nem megy. Ez húzódik majd, mint a rétes tészta, és hát nem valószínű, hogy mindenfajta beadványokkal és velebezéssel és ezzel-azzal ez az ügyet lehet tudják zárni azelőtt, hogy megtörténne az elnökválasztás. Ami érdekes az, hogy igaz, hogy a republikánsoknak a 80% úgy gondolja, hogy ez is politikai indítatású, amiben nincs semmi fajta meglepetés, és ők akkor is bármit ítélne a bíróság, ha egyáltalán lenne ítélet, ők Trumpot szavaznának feltetően. Viszont a nagy kérdés itt az úgynevezett függetlenek, tehát Egyesült Államokban három nagy csoportot különböztetnek meg, az úgynevezett bejegyzett demokraták, bejegyzett republikánsok, akik ugye kártyával rendelkeznek, pártagok, és a függetlenek. A függetlenek nagyjából egyharmadot, kicsivel többet alkotják ebből a konglomerátumból, és az ő szavazataik döntenek által, mert a demokraták meg van győződve arról, hogy Trump bűnös, plusz még, hogyha Biden tolószékbe tolják be a szavazófülkébe, akkor is rá fognak szavazni adott esetben. Főleg akkor, hogyha Trump az ellenfél, tehát sokszor mondják, hogy Bidennek a egyik biztosítása Trump, a másik biztosítása Kamala Harris, mert ő még népszerűtlebb, mint Biden. És a demokraták különben megcsinálták azt 2022-ben a kongresszusi választásokon, hogy az egyes kongresszusi kerületekben olyan republikánsokra
adták le a szavazatukat, aki erről tudták, hogy nem fogják megválasztani, vagy annyira megválaszthatatlan a többiek számára, mert annyira szélsőséges. Tehát itt is lehet, hogy majd mondjuk előválasztásokon, hogyha alkalmuk nyílik szavazni, mert ugye itt három kategória van, az úgynevezett nyitott előválasztásnál mindenki szavazhat, igaz, hogy csak egyszer, tehát dönteni kell, hogy vagy a demokrata, vagy a republikás, vagy a zöld, vagy bármilyen párt a szavaz, hogy a demokraták nagy számba adott esetben egy államban a republikánus előválasztáson vesznek részt, és direkt Trumpra szavaznak, mert úgy gondolják, hogy Trump a legkellemesebb ellenfél, mert egy DeSantis-szal szemben nehezebb lenne esetleg, mert kevesebb fogódót találnak rajta, vagy fogást találnak rajta. A politikai kérdés az, tehát, hogy a függetleket mennyire befolyásolja az, hogy adott esetben 3-4, mert itt még egy georgiai bíróságügy is függőben van, amikor Trump rá akarta beszélni a helyi tisztviselőt, egy Raffensperger nevezetű tisztviselőt, hogy találjon még 11 ezer szavazatot, tehát az is még ügy lehet. Tehát, hogyha egyszerre lesz az Erwin Breck-féle Manhattani, aztán a jellegi szövetségi ügyészi eljárás, plusz még Georgiában egy harmadik, akkor már esetleg gondolkodóba esnek még többen a függetlenek közül, hogy hát azért egy ilyen embert elnöknek beszavazni eléggé hát kérdőjeles. Hát persze kérdés az, hogy ki lesz az ellenfél. Jelen pillanatban ugye úgy tudjuk, hogy innen Biden, folytatjuk. De hát ez azért, hogy szokták mondani, mérget nem venne az ember rá, főleg ugye, hogy hát azért a demokratáknál volt egy felmérés egy-két hét ezelőtt, és a demokraták többség úgy gondolja, hogy nem kellene Bidennek indulni. Szokás egy hivatalban lévő elnök ellen elindítani párton belül ellenjelöltet? Vagy mi lehet a taktika itt? Nem szokás, volt már. Leghíresebb eset Carter ellen Edward Kennedy indult, de valóban nem szokás. Viszont az igazság az, hogy az se nagyon szokás, hogy ilyen fizikai szemi állapotban levő elnök jelölt induljon. Tehát azt kommunikálják, hogy minden vizsgálat szerint az amerikai ezt foglalkozik, remekül van. Fizikai vizsgálat szerint, tehát az, hogy a vérnyomását megnézik, és sok minden egyebet, hát az, ahogy szokták mondani, az egy dolog, de az általában azt mondják, hogy egy kognitív tesztet azért nem csináltattak rá, vagy csináltattak, azt azért nem publikálták. Tehát az, hogy fizikailag elégű állapotban van. Persze hát ugye ez is azért egy kicsit érdekes, mert ennyi testi elnököt én még nem láttam, ami az nem véletlen. Tehát jó, most volt egy homokzsák, aztán lépcső, de ez egy bicikli, sok minden volt, meg hát szóval olyan sem nagyon emlékszem az elmúlt 41-nyány elnöknél, hogy ilyen fantom emberek akartak kezet fogni, összekeverték a felsőjüket az elnökkel, meg szóval ilyenek azért nem voltak. De hát az igazság az, hogy a demokratáknak nincsen senki időzőben nyuszi a kalapba, akit előhoznának. Senki? Nincs egy B-terve? Hát senki nincs, mert elképzelhető, hogy az volt a demokratáknak a stratégiája, hogy hát ők is látták, hogy a Biden azért nem 8 évre megy a Fehérházba, hogy hát Kamala Harris-t fölépítik. Tehát ő passzol pontosan a demokrata választói törzsközönséghez. Nő, színes bőrű, olyan háttérre rendelkezik, olyan politikája van, ami hát a demokrata mainstreamnek pontosan megfelelne. Viszont tehát kiderült, hogy Kamala Harris azért nem egy Otto von Bismarck, vagy ami komolyabb kaliber. De nem tudott az lenni, vagy nem lehetett az?
Nem nagyon, rábíztak egy-két portfóliót, többek között lehet, hogy persze ez egy ilyen, hát nem biztos, hogy ezt választotta volna, hogyha rajta múlik a határkérdését, a bevándorlás kérdését, és az nem sikerült megoldani. Tehát a leges bevándorlóknak a száma nőtt, nem sikerült megoldani ezeket a kérdéseket, amelyek azért foglalkoztatják az amerikaiakat, és nagyon szinten szaktanú szerepel, tehát ő komoly, nem is emlékszem arra, hogy komoly tárgyalásokat nemzetközileg, vagy bármilyen módon folytatott volna. De akkor az a terv, hogy ha Biden megnyeri, és akkor lesz egy alelnök, aki majd viszi? Igen, tehát az lehetett 2020-ban, hogy Biden, és akkor közben fölépítik mind alelnököt, Kamala Harris-t, hogy hát tesztelik, hogy a különböző próbák alatt hogyan tud teljesíteni, akár mondjuk a nagyvilágban megismertetik, körbeutaztatják, találkozik, tárgyalásokat folytat, és így tovább, de nem emlékszem, hogy ő bármilyen komoly tárgyalás folytatott volna bárkivel külföldön, tehát ő eléggé visszahúzódó és belpolitikai elnök lett. Jó, Joe Biden a külpolitikai elnök, mert Obamánál fordítva volt bizonyos szempontból, ma inkább a belpolitikára, Biden megállt a hátteréből adódóan külpolitikára koncentrált, de úgy tűnik, hogy ez nem igazán vált be, és Kamala Harrisnek a megítélése még rosszabb, mint Bidené. Biden is nagyon rossz különben, 40% alatt van, általában 38-40%, Kamala Harrisé még lejjebb van. De Trump fölöttük van, jó van? Donald Trump fölött. Donald Trump fölött, hogyha hipotetikusan összehasonlították az esélyeket, akkor ilyen pillanatban kb. Donald Trump kb. Másfél ponttal verni országosan Bident, DeSantis kb. 2,5-3 ponttal, viszont Donald Trump 5 ponttal verné Kamala Harris-t. Hozzá kell tenni azt, hogy ezek országosak, és mindig ilyenkor azt szoktam mondani, hogy Harris túl korán vannak, azért nem ma tartják a választásokat. Másodszor, hogyha országos, és ilyen szűk a mezsgye, akkor azért sem sokat számít, mert köztudott, hogy az Egyesült Államoknak az elnök választásánál az államok 3/4 része az beállt. Tehát republikánus vagy demokrata oldalra, és körülbelül egy 8-10 állam dönti el, hogy ki lesz az elnök, és a kérdés az, hogy ott ki vezet, és mennyivel. Tehát, hogy ki vezet Ohio-ba, Pennsylvania-ba, Michigan-be, Wisconsin-ba, Minnesota-ba, ahol eldől az elnökválasztás. Teljesen mindegy, hogy most Kaliforniába kivezet, vagy Texasba kivezet, mert egyiknél demokrata, másiknél republikánus többség lesz. A kérdés már csak az, hogy 5 millióval, vagy 4,5 millióval több, ami nem számít, mert az elnökválasztásnál az úgynevezett elektorok azok győztes visz mindent alapon osztódnak, tehát magyarul a győztes megkapja az összes elektort, aki is, hogyha csak egy gyert több szavazatot kap, aki is, hogyha 10 millióval több szavazatot kap. Tehát a lényeg az, hogy ezekben a csatatér államokban vagy bilegálmokban ki hogyan szerepel, ezt nem mutatta a jelenlegi felmérés, tehát bármi lehet még. És így dőlt el különben 16-ba és 20-ba. 16-ba kb. 40 ezer ember döntött el Trump javára, és 20-ba ugyanez idézőjelben 40 ezer ember töltött el Biden javára a választásokat. De ha nincs a demokratáknak nyuszi a kalapban Joe Biden elnök helyett, mint elnök jelölt, akkor miben bízhatnak? Hát akkor minél hosszabb ideig várnak, tehát alapeset, hogy Biden végcsinálja. Más forgatókönyv az, hogy ebben az esetben nem fogja leváltani Kamala Harris, mert hogyha egy elnökjelölt leváltja az alelnök jelöltjét, akkor az beismerése a kudarcnak, hogy hát nem működött a dolog. Tehát első forgatókönyv Biden, Kamala Harris. Ennek egy másik, tegyük föl, hogy megnyerik,
akkor hát látva a jelenlegi helyzetet, nem biztos, hogy Biden ki fogja húzni a következő 4 évet. Itt ugye van alkotmány kiegészítés, ami lehetővé teszi azt, hogy akár a kabinet le tudja mondatni az elnököt fizikai, szellemi, bármilyen hát állapot miatt, és ebben az esetben Kamala Harris lenne az elnök, és ő választaná a elnököt, bárkit. Tehát ez az egyik eset. A másik eset, hogy Biden valami miatt, ameddig hivatalosan meg nem nevezi a demokrata párt az elnök jelöltjét, és ez jövő év augusztusa lesz, akkor van a demokrata pártnak a konvenciója, ahol hivatalosan megnevezik az elnök jelöltet, tehát egy évük van, egy év pár hónapuk, hogy véglegesen döntsenek. Na most, hogyha addig nem döntenek, és akkor vagy közvetlenül az előtt döntenek, az megint csak a demokrata pártnak a hátánnyal válna, mert akkor ugye elő kellene húzni valakit a kalapból. Ilyen pillanatban nincsenek nagyon komoly jelöltek a kalapba, mert akik a demokrata párton belül úgynevezett nagy nevek, mondjuk Bernie Sanders, vagy Elizabeth Warren, ők még Biden-től is balra állnak, az amerikai mainstream-től még jobban balra állnak, tehát ők megválaszthatatlanok szerintem. Egy ilyen félközéputas, centrista, Biden-szerű mondjuk politikus, meg nincs nagyon ezt a Buttigieget, vagy Buttigieget, nem tudom, hogy kell ejteni, mert amerikaiak se tudják, mert aztán mártai származású, akarták ugyancsak kicsit fölépíteni, de ő, mint azt hiszem közlekedésért felelős miniszter, egy-két ügybe megégette magát, ilyen tömegbaleseteknél, és így tovább. Vagyis egy lapra kell föltenniük a demokratáknak, igen, most tehát mindent. Akkor ugye throw the dice, tehát akkor a kockával dobni kell, és hogyha 6-os dobnak, akkor, és 6-os eléggé kevés van jelen pillanatban a demokrata párton belül, akkor nagyon nehéz bárkit is kiállítani. Sőt, még én azt mondom, hogyha akár most a következő 1-2 hétben, vagy hónapban lenne csere, az is egy kicsit késő lenne. Mert ugye mindenki Biden, és hogyha nagyjából egy bő egy évvel a választás előtt hirtelen lecserélik a regnáló elnököt, akkor ugye azt jelenti, hogy a pártba úgy gondolják, hogy reménytelen az, hogy megnyeri, és hát akkor megint csak ugye ez a kocka dobás, hátra tudnak egy 6-os dobni, csak nagyon nehéz kitalálni azt, hogy kivel tudnak 6-os dobni. A republikánusok ilyen szempontból kicsit jobban állnak, mert hogyha Trumpot valamilyen módon leveszik a pályáról, ott van DeSantis. De hát neki nagyon rosszul indult a kampánya. Igen, rosszul indult a kampánya, de rábeszélte, hogy a Twitteren csinálják, és nem lehetett csatlakozni. De ő még javíthat, ő azért nem drámai rosszul indult a kampánya. Ő neki a fő baj az, hogy Trump ugyanazon a térfélen van. És Trump is érzi ezt, mert a többiekkel nem nagyon foglalkozik. Tehát Nikki Haley-vel, Chris Christie-vel, Tim Scott-tal nem nagyon foglalkozik, DeSantis-szal foglalkozik, hogy ugye különböző becenveket farag neki, vagy faragnak neki. Szenteskedő. DeSanctimonious, és így tovább. Tehát ő érzi, hogy DeSantis egyetlen potens ellenlába, és igaz, hogy 20-30 ponttal le van maradva, viszont hogyha azt a forgatókönyvet nézzük, hogy Trumpot valamilyen módon diszkvalifikálni tudják, bár nem biztos, hogy erre törekednek a demokraták, mert ők Trumpot szeretnék, de hogyha diszkvalifikálni tudják, és hát tudjuk, hogy függetlenek a bíróság, az igazságügyminisztérium is független, de hát azért nem biztos, hogy nem hallgatnak különböző szirénhangokra a Fehérházból, hogy mit kellene, mit nem kellene csinálni. Lehet, hogy a stratégia az, hogy napirenden tart az ügyet, minden nap valamit csöpögtetni, és az embereknek a tudatába belevésni, hogy itt egy potenciális bűnözőről van szó, de odáig nem vinni az ügyet, hogy levenni a pályáról, mert akkor elképzelhető, hogy jön DeSantis, akiről nem nagyon tudnak semmi, legalábbis büntetőjogi és egyéb dolgot előásni, lehet, hogy van
róla dosszié, sőt biztosan, de ővel nehezebb dolguk lehet adott esetben a demokratáknak, mint Trump-al szemben, de a demokratáknak nincs egy DeSantisuk, aki egyáltalán közelébe jöhetne annak, hogy hely az elnökjött helybe lépne. Ifjabb Robert Kennedy ott van, de ő eléggé szinten szaktalan, és nem valószínű, hogy a háború ellenességével, sok minden ellenességével a demokraták őt adott esetben erőre tudnák tolni. Tehát ezek ilyen spekulációk, elképzelhető, hogy mindaz, amiről erről beszéltünk, semmi nem fog megvalósulni, majd november első hétfő utáni első kedden 2024-ben a Trump és Biden áll egymásra szembe, és az embereknek választani kell. Kinek milyen eszközei vannak az ügyeket napirenden tartani? Ez Twitter, elektronikus sajtó, televíziók, nyomtatott sajtó, social media? Szóval milyen arányban kell ezeken dolgozni? Donald Trumpnak most már saját szociális médiája is. Igen, illetve Trump Elon Musk-kal együtt ugye egy eléggé jó hátszert kapott a Twitteren is. De Ron DeSantis is. Ron DeSantis is, igen, de hát nyilvánvaló, hogyha a republikánusoknak is az előválasztások során dönteni kell. Most az előválasztások januárban kezdődnek, és júniusig tartanak, de hogyha mondjuk az úgynevezett szuperkedden, vagy addig, vagy azután kiderül, hogy Trump összeszedte a delegátusoknak, a konvencióra küldendő delegátusok több mint a felét, akkor általában a versenynek vége. És akkor DeSantis be fogja fejezni, vagy bárki be fogja fejezni a versenyt, és akkor már mondjuk áprilisban tudjuk azt, hogy Donald Trump lesz az elnök jelölt, és a konvenciónkor csak úgynevezett megkoronázza az elnök jelöltet, illetve hivatalos pártprogramot mond az elnök jelölt az úgynevezett elfogadó beszédével. Tehát addigra ki fog derülni, hogy ki lesz, ki nem lesz, és ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy azért a nyomtatott sajtó és a vizuális sajtón a része a demokrata, tehát a New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, ABC, ezek azok. A Fox, hát valószínű kicsit befogva az orrát, be fog állni a republikánusok mögé, aztán ott a Breitbart, és így tovább. De a republikánusok mögé, vagy Donald Trump mögé a fog beállni? A republikánusok mögé, Donald Trump mögé, hogyha ő a republikánus, azért mert nem valószínű, hogy a Fox egy demokrata jelöltet fog támogatni. Hogyha Trump lesz feltétlenül olyan nagy vehemenciával, de azért nem nagyon hiszem, hogy a Foxnál odáig eljutnak, hogyha Trump az elnök jött, akkor inkább a demokratáknak a szekerét fogják tolni a CNN-nel, meg a többivel együtt. De hát sok minden elképzelhető. Viszont a társadalmi médiában a republikánusok, illetve a konzervatívok följöttek, nagyon komoly háttér intézményrendszert és hátteret építettek ki. Hogyha potenciált látnak a jelöltségében, azért nagyon sokan be fognak állni mögé a nagy mondjuk pénzzel rendelkező, vagy sok pénzzel rendelkező emberek is. És hát ezen kívül nem lehet elfelejteni azt, hogy itt nem csak a személyekről van szó, mert elég nagy az elégedetlenség az első támokon belül arról, hogy az ország merre tart. Az embereknek közel 80% úgy gondolja, hogy az ország nem jó irányba tart. De republikánusok és demokraták? Ez mindegy. De nyilván van több republikánus és több független, mint demokrata, de 80% az embereknek. 20-22 gondolja ilyen pillanatban azt, hogy az ország jó irányba tart. Most, hogyha a megélhetési költségek, a benzinköltség, az élelmiszer árak, a bevándorlás kérdése nem nagyon fog megoldódni, plusz még elhúzódik a háború, ugye az könnyű azt mondani, hogy akkor a háborúra óriási pénzeket költek, de helyett nem költenek erre, arra, amarra, az nem a demokratákat fogja segíteni.
De azt mondják a republikánusok most, hogy a háborúra kevesebbet vannak, kell? Sőt, a demokraták között is vannak már, akik az a baloldal. Tehát érdekes mondani, hogy a demokrata baloldal a republikánusoknak a jobb oldalával találkozik bizonyos szempontban, akik azt mondják, hogy hát ez jó, támogattuk eddig, meg minden, de azért nem kellene túlzásba vinni ezeket a dolgokat, mert végül is nem Ukrajna az elsődleges, és nem Oroszország, hanem Kína. Tehát Kínára kellene koncentrálni, és a tenyésző cára, és nem pedig erre a térségre, mert ugye ők úgy gondolkoznak, hogy a jelenlegi kínai, illetve orosz-ukrán háborúból, plusz az Egyesült Államoknak a bele folyásából a kínaiak profitálnak majd, mert egyrészt az amerikaiak anyagilag fegyvereket tekintve le vannak kötve, a kínaiak tudják tesztelni, hogy az amerikaiak mit tudnak, mit nem tudnak, ez az amerikai haditechnika mit tud, mit nem tud, jó, nem a legmodernebbekről van szó, de akkor is azért nem nagyon valószínű, hogy a kínaiak valamit kiprovokálnak, Tajvan körül, akkor az amerikaiak ugyanilyen lelkesen fogják a ukrán demokráciát segíteni. És nem régen a kínai külügyminiszter egy megbeszélést tartott, látogatást egy Szingapurba, sőt, a szingapúri külügyminiszternek egyértelműen kijelentette, hogy Kína nem zárja ki azt, hogy erőszakos úton, módon rendezze Tajvan helyzetét. Tehát az a nagy tét az Egyesült Államok számára, mert hogyha ott Kína adott esetben Tajvan bármilyen módon be tudja olvasztani, akkor stratégiailag az ünnezett első szigetlánc megtörik, amivel Kínát körbevesz az Egyesült Államok katonailag, Dél-Koreán, Japán, Tajvanon, Fülöp-szigeteken, Vietnámon, Indián keresztül, hogyha a középső oszlopot kiüti Kína onnan, akkor magyarul szabad útja lesz a csendes óceán felé, és az a igazi tét, és nem pedig az, hogy mondjuk bármelyik ukrán városban mi történik, mi nem történik. A tavaly novemberi félidős választások eredményének lehet bármilyen hatása a következő elnök választásra? Ez volt az a választás, ami nem a várakozások szerint alakult, és Ron DeSantis nagyon jól szerepelt, vagy olyan nagy a távolság a kettő között, hogy már mindegy. Hát nagyon nehéz eldönteni. Azt mutatja a félidős választás, hogy első támok megosztott 50-50 nemzet. Tehát, hogyha nézzük a szenátust, a választások előtt egyfős republikáns többség, választások után egyfős demokrata többség. A képviselőház választások előtt 9-fős demokrata többség, választások után nagyjából 9-fős republikáns többség. Tehát nagyon kicsi a mozgástér. Beártak a pártok és a támogatók. Nem valószínű, hogy ebből komolyabb következtetés lehet levonni. Szokták mondani időnként, hogy az amerikaiak szeretik megosztani a szavazataikat, ez a split the ticket, tehát hogyha a demokrata elnökre szavaznak, akkor republikánus szenátorra, vagy képviselőre szavaznak szövetségi szinten, vagy ugyanígy állami szinten, hogy ne egy kézbe kerüljön minden. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy egy párt ural mindent. Hát az biztos, hogy egy intézmény kiesik ebből az egyenletből, és ez pedig a szövetségi bíróság. Ott Trump nagyon nagy eredményeket ért el, nem csak a legfelsőbb bíróság, hanem alacsonyabb szintű bíróságokon is, mert az alacsonyabb szintű szövetségi bírókat is az elnök nevezi ki, és adja jóvá a szenátus, viszont a legfelsőbb bíróságon, a szövetség legfelsőbb bíróságon gyakorlatilag egy 6-4 vagy 6-3 többsége van a konzervatív beállítottságú republikánusok által kezdett bíróknak, ami ellensúlyozhat demokratákat, de nem mindig, mert például most legutóbb
a választásokról beszéltünk, és 2020-ban Trump és sok maga ember úgy gondolja, hogy sok helyen hát csalások történtek, vagy irreguláris dolgok történtek, és sok olyan technikát akarnak kiszűrni állami szinten, ami erre lehetőséget a többek között, mondjuk a lejövő szavazatokat szűkítik, a jogosultságot, és így tovább. És most legutoljára albumában átkombinálták a választási körzeteket, ott 7 kongresszusi körzet van. Érdekes volt, hogy egy kongresszusi körzetbe kerültek a feketék többségbe, annak ellenére, hogy ők a alabamai lakosságnak az 1/4 képviselik. És a legfelsőbb bíróságig fölment az ügy, mert hát a demokraták panaszt nyújtottak be. Érdekes módon 5-4 arányba az alabamaiak ellen döntöttek, tehát az, hogy ez nem megfelelően mutatja a diverzifikációt, vagy a sokszínűséget. Tehát itt hiába volt a papíron konzervatív többsége a legfelsőbb bíróságon adott esetben a republikánusoknak, 5-4 arányban mégis idézőjelben ellenük döntött a legfelsőbb bíróság ebbe az ügybe, tehát újra kell rajzolni az alabamai választási körzeteket, úgyhogy jobban tükrözze az etnikai sokszínűséget, vagy realitásokat. Egy választáskor a demokratáknak automatikusan kedvez? Ez nyilván van kedvezni fog, mert hát ez egy alap dolog, hogy hogyan lehet meghúzni kongresszusi körzeteket úgy, hogy mondjuk van egy biztos republikáns, egy biztos demokrata, egy billegő, most hogyha mondjuk és az államokban az állami törvényhozás húzza meg a határokat, és általában a kormányzó hagyja jóvá. És ha ugye abban a pártból vannak, akkor mondjuk tegyük fel a republikáns pártból van mind a kettő, akkor ők meg tudják úgy csinálni, hogy akkor biztos republikáns körzetből, illetve a körzetből átengednek egy bizonyos részt a billegő körzetbe, ahol republikáns többség lesz, és így a billegőből lesz két biztos republikás és egy biztos demokrata. Gerrymandering, vagy valami ilyesmi, a gerrymandering, vagy valami ilyesmi. Ez a neve, igen. És ezt űzik különben mindenhol. Ezért van az különben, hogy a félidős választások előtt kb. 40-45 olyan választási körzet volt, ami bizonytalan volt a 435-ből. Tehát ezért volt az, amit mondtam, hogy plusz 9 volt egyik oldalon, mínusz 9 a másik oldalon, ez megfordult mínusz 9 plusz 9-é, nagy mozgás nem nagyon történik, mert annyira be vannak biztosítva ezek a körzetek, hogy a republikánus elefántot és a demokrata szamarat mindenhol megválasztják ezekbe a biztos körzetekbe. Vannak ezek a billegő körzetek, ott dőlnek el a többségek a szövetségi törvényhozásban. Egy kisebb ország, Nicola Sturgeon lemondása, váratlan lemondása, majd most a napokban történt letartóztatása, majd kiengedése. Büntető ügy, politikai ügy. Ez micsoda? Hát ez büntető dolog lenne, mert a skótoknál hiszem 19-ben a választások során a úgynevezett függetlenségi kampányra gyűjtöttek, és kb. 600 000 fontot gyűjtöttek erre, és akkor a pártelnöknek a Sturgeon volt, a párt egyik fő funkcionális, a pénzügyekért felelős a férje, és hát a férjét már korábban kihallgatták, nem tartóztatták le, eddig a Sturgeont vasárnap 7 órára bevitték a rendőrségre, és ott kikérdezték, vádat nem emeltek ellene. A hírek szerint ugye ez a 600 000 fontnak nem minden pennie került oda, ahova kellett volna. Az biztos, hogy nem teljesen tiszta az ügy Sturgeonékről, mert Sturgeon teljesen váltanúd februárban lemondott a pártelnöki tisztségről egyik napra a másikra, amit hát ő egyszerűen azzal indokoltatta, hogy belefáradt, hát ugye. Nem szoktak politikusok ebben a korban belefáradni. Nem szoktak belefáradni, igen. Hát feltettem, mondták, szórtak neki, hogy fáradjon bele.
az SNP-nek nem hiányzik az, hogy a következő választások előtt ilyen háttérre rendelkező vezetőjük legyen. Érdekes különben, hogy aztán egy pakisztáni hátterű, tehát a pakisztáni származású elnök lett az SNP-nek, egy indiai származású miniszterelnök van Nagy-Britanniában. Egy kicsit viccesen szoktam mondani, hogy hát remélhetek az örök és megbontatatlan indiai-pakisztáni barátságot, azt nem a miniszterelnök és a skót első miniszter foglal lejátszani az Egyesült Királyságba, de hát ez mutatja különben az idők változásait. Érdekes módon különben a skót a pakisztániak mindössze 5%-et képviselik a lakosságból. Ennek ellenére egy pakisztániát választotta meg a SNP. Hozzá kell tenni az különben, hogy az SNP-nek a támogatottsága többek között nem emiatt, tehát nem a pakisztáni hátterű elnök miatt csökkent, és a munkáspárt erősödött elsősorban ott, ami a munkáspártnak jó hír, mert a következő választásokon jelen pillanatban nagyon nagy esélyük van arra, hogy hogy levássák a konzervatívokat. Egyrészt gyakorlatilag 2010 óta hatalmon vannak, igaz, hogy az első öt év egy koalíciós kormány volt a liberális demokratákkal, de azóta azért nem teljesen sikeres kormányfők vannak, Cameron-tól kezdve Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss. Boris Johnson éppen lemondott, menekül, feladja, vége a politikájának, vagy éppen ellenkezőleg ez egy első lépés, és tervez valamit, mit gondol? Ezt nem lehet tudni, mert ő ugye tagadja azt, hogy bármifajta etikai, bármi vétséget követett volna el. Óriási bulik voltak a vizsgálat Street-en. Zajlik ugye a Covid alatt, hogy milyen partikat tartottak, milyen partikat nem tartottak, tudtával, nem tudtával, és így tovább. Nem valószínűleg, hogy a 10 Downing Street-en a tudta nélkül bármi történet. Tehát az a rezidenciája. Nem teljesen történet. De hát Boris Johnsonnak a pályafutása hihetetlenül színes. Újságírótól kezdve sok minden volt. Nem, hogyha korábban a méregről beszéltünk, hogy mire vennénk mérget, mire nem vennénk mérget, nem biztos, hogy ő végképp kiszáll mondjuk a konzervatív párt politizálásából, mert elképzelhető, hogy a konzervatív párt egy eléggé nagy vereséget fog szenvezni jövőre, vagy legkésőbb 2025. januárban, amikor választásokat kell tartani. Most sem pillanatban messze le vannak maradva a munkáspárt mögött. És kell egy megmentő a későbbi és akkor, időkre? És akkor hát ugye megmentőként jöhetne Boris Johnson, mert azért ő még mindig nagyon népszerű annak idején, amikor ezek a párton belüli választások voltak, amin végül nem indult, tehát volt egy Liz Truss Rishi Sunak, aztán utána még egy Rishi Sunak és aztán Jeremy Hunt között, és minden esetben a Tory pártnak a tagjai, akik választottak, hogy fölmérésre szerint még mindig Boris Johnsont választották volna, akkor tehát még mindig ő a legnépszerűbb a tőzsközönségnél. Azoknál. Köszönöm tehát szépen. Ezért lehet, hogy egy látjuk ilyen húzás benne lehet, hogy ő visszajön majd. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE tanára volt az Arnéd a vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.